Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy nagyon random videó, és őszintén megmondom, egyedül eszembe se jutott volna, hogy csináljak egy ilyet. Pár dolgot szeretnék nektek elmondani, mielőtt belekezdünk a videóba. Az első az, hogy szerintem ez lesz az első leülős videó az új kamerámmal, és szerettem volna tesztelni igazából a hangminőséget, tekintve, hogy ez egy teljesen új kamera, igaz, hogy ugyanaz, ami ezelőtt volt, viszont valószínű, hogy ez még tiszta, és nincsen semmi kosz, por, homok, víz, kaja a mikrofonjában, úgyhogy szeretném kideríteni, hogy milyen a hangminőség plusz mikrofon nélkül. Ezen kívül nagyon natúr sminkben vagyok, ugyanis szerintem ez hozzá fog járulni a videóhoz, és egy kicsit jobban el tudom nektek magyarázni a dolgokat, amiket szeretnék. És a másik, Bencének egy macskafogós pólójában vagyok, ugyanis eredeti terveimben az szerepelt, hogy nagyon csinibe, valami szép kis felsőbe, szép hajjal. Aztán arra gondoltam, hogy mi ez a póz? Aztán arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobb, hogyha egy kicsit lazább ruhába vagyok. Megmosott, de nem megszárított és megcsinált hajjal, hanem ilyen nagyon barátiba, mint hogyha a kanapén ülnénk és egymással beszélgetnénk. Úgyhogy lehet, hogy ez egy új sorozat, kanapétok. Nem is rossz. De még mielőtt elmondanám, hogy mi történt és belevágnánk, szeretnék nektek egy kis figyelmeztető szöveget itt elmondani, ugyanis az a videó, amiről most beszélni fogunk, az nem mindenkinek úgy jött át, ahogy szerintem kellett volna. De ez csak az én véleményem. Ebben a videóban kozmetikai kezelésekről lesz szó. Nem arckezelésekről, hanem botoxról, töltőanyagokról. Ha valakit érdekel ez a tartalom, akkor tökéletes helyen jár, viszont ha nem érdekel és ellenzi, akkor kattintson el, ha egyáltalán rákattintott, ugyanis ez nem neki való. Ezen kívül viszont szeretném elmondani, hogy az előző videómban is eléggé félreértettétek a dolgokat, akinek nem ingyen nem veszi magára. Ez a videó és az előző sem azért készül el, hogy én bármi kozmetikai kezelést, töltést promotáljak. Egészen egyszerűen csak megmutatom nektek és elmondom a dolgokat. Jobbnak tartottam, és most is jobbnak tartom megmutatni és elmondani nektek, hogyha hozzányúlok az arcomhoz, mint eltitkolni, és igazából akár letagadni, hogy bármit is csináltam vele, amikor egyértelműen látszik, hogy nem igaz. Ezen kívül csak a biztonság kedvéért mondom el. Attól, hogy én megcsinálom, nektek nem kell. De természetesen, hogyha megfelelő korban vagytok, érdekel titeket ez a dolog, akkor ne érdekeljen senkinek a véleménye, hogy mit mond. Szerintem, de ezt csak zárójelbe jegyzem meg. De még egyszer elmondom, nem promotálom ezeket kezeléseket, csak információt nyújtok. Tehát, most, hogy ezeket tisztáztuk, és remélem mindenkinek érthető a dolog, amiről ma beszélni fogunk, az a komplex kezelés, amin körülbelül fél éve voltam. Vegyük sorra, hogy miket csináltattam meg, utána pedig beszéljük át, hogy megérte-e, tetszette, és szeretném-e újra csináltatni. Az első és a legfontosabb dolog, amit a legjobban szerettem volna nagyon régóta kipróbálni, az az ajaktöltés volt. Szerintem ezt közel 5 éve, ha nem több, mint 5 éve szerettem volna már kipróbálni, úgyhogy ezt nagyon vártam. Ezután volt a másik dolog, ami kifejezetten érdekelt, az pedig nem volt más, mint a botox. Ezen kívül volt még 3 dolog, amit csinált nekem a doktornő, és az az igazság, hogy ezt a 3-at nem terveztem megcsináltatni, de erről mindjárt beszélek nektek. Az egyik dolog az egy orca töltés volt, a következő egy nazolábiális redőtöltés, és az utolsó az pedig egy szálbefűzés volt. És akkor most beszéljük át azt, hogy miről mi a véleményem fél év táblatából. Ajaktöltés. Imádtam. Nagyon-nagyon szerettem, és nagyon sajnálom, hogy konkrétan teljesen kiment a számból, hogyha megnézitek, ugyanolyan, mint volt. Tehát azoknak, akik azt mondják, hogy
ez végleges és visszafordíthatatlan, ez nem igaz. Ahogy most látni fogjátok az arcomon, fél év elteltével ezek az anyagok körülbelül teljesen felszívódnak. Ha valaki kicsit jártasabb ebben a témában, akkor biztosan látott már olyan kutatásokat, amik kimutatják, hogy hosszú-hosszú évek elteltével is tud maradni egy kis töltőanyag az adott területeken, illetve ez a töltőanyag képes vándorolni, de ezen kívül, hogyha most az arcomra ránéztek, a töltőanyagok teljesen kimentek belőle. Szóval, száj. Egyáltalán nem volt műérzése, nekem se, és Bence is azt mondta, hogy szerinte is ugyanolyan a szám, mint előtte volt érzésre, viszont nagyon-nagyon szerettem. Nagyon könnyű volt rúst használni, nem kellett konkrétan szájceruzát használnom, gyönyörű körvonala volt, nagyon szép volt, amikor csak szájfényt tettem rá, úgyhogy őszintén megmondom, hogy a szájtöltéssel 1000%-osan meg voltam elégedve, és egyébként a formáját is szerettem. 1 millit töltött a doktornő egyébként a számba, és azt szeretném nektek elmondani, hogy augusztus 24-én Rebeka 23 éves lesz, és a szülinapi ajándékom magamnak az lesz, hogy 25-én megyek megint szájat töltetni. Igen, most jött el az ideje annak, hogy megkövezzetek, megint megyek szájat töltetni, és nem tudom, hogy vigyelek-e magammal titeket, gondolom, hogy vagytok páran, akit érdekelne ez a dolog, viszont nem tudom, hogy mennyire lenne megint negatív visszhangja. Most elmondtam, hogy el fogok menni, aztán lehet, hogy fel fogom venni, de nem valószínű, hogy posztolni fogom. Majd meglátjuk, hogy mi a véleményetek róla. Karantén miatt nem mentem egyébként újra töltetni, ugyanis 3 hónapra szerettem volna menni, még egy picit belerakatni, azért, hogy megtartsa azt a formát, ami volt, és ne szívódjon fel, úgy, mint most. A következő pontunk az a botox lesz, amire a legtöbben kiakadtak egyébként a komment részlegbe, és őszintén megmondom, hogy én nagyon szerettem. Mindjárt közelebb megyek, és megmutatom nektek, de jelenleg teljes mozgástere van a homlokomnak, ahogy látjátok, a szarkalábaimnak is, úgyhogy 100%-osan visszajött minden plusz mozgás, ami nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy arcmimikád legyen, viszont ezek a mozdulatok fognak később mimikai ráncokhoz vezetni, amik nagyon csúnyán el tudnak mélyülni. Ha valaki szeretne ilyen ráncokat, akkor teljesen rendben van. Én őszintén megmondom, hogy nem feltétlen vágyom rájuk, nem érzem hasznosnak őket. Ezt ne értsétek iróniának, teljesen őszintén mondom, van olyan, aki imádja a ráncokat, van olyan, aki nem. Én abba a kategóriába tartozok, aki nem, viszont le a kalappal azok előtt, akik ilyen királyul néznek ki ráncokkal, és imádják a ráncaikat, gyönyörűek, én magam nem szeretnék ilyeneket. Ezt nézzétek, milyen szép pattanásom van. Felejtsük most el azt a pattanást, és nézzük meg, hogy milyen mimikáim vannak. Tehát, ha megnézitek, így néz ki a homlokom, így a 11-esem. Itt egyébként még egy nagyon kicsit érzem, hogy fogja. Ez ennél erősebb volt, viszont már majdnem teljesen elengedte. És ha megnézitek a szarkalábaimat, konkrétan nincsen szemem, hogyha mosolygok. Meglátjuk, hogy fog alakulni igazából az időpontom a doktor úrnál, mert ezt is el fogom majd mondani, hogy hova fogok menni, de nem tudom, hogy most újra fogom megcsináltatni, viszont mindenképpen szeretnék egy kis baby botoxot, ugyanis nagyon-nagyon szerettem, és kifejezetten hasznosnak éreztem. Sokkal-sokkal egyszerűbb volt minden, igazából felesleges tovább magyaráznom, tetszett nagyon, ugyanúgy, mint a számat, bármikor újra csináltatnám. A következő az az arc-orca töltés lenne. Őszintén megmondom, hogy amikor megcsinálta a doktornő, és igazából néztem magam tükörbe az utána való pár napban, és a videót csináltam nektek, nem kifejezetten értettem. Azt tudnotok kell, hogy én úgy mentem oda a doktornőhöz, hogy azt mondtam neki, hogy amit jónak lát, csinálja, és amikor hazaértem, akkor nem feltétlen értettem, hogy
Oké, megcsináltuk, de hogy igazából minek. És rá pár napra kaptam meg egy olyan képet, amit egy előadáson csináltak rólunk Bencével, és ilyen körülbelül háromnegyedes profilból vagyok lefotózva, és itt annyival észrevehetőbben laposabb volt az arcom, remélem ez helyes volt, és azután a kép után elkezdtem visszakeresni ilyen háromnegyedes profilú képeket, és őszintén megmondom, hogy tetszik, hogy van itt egy kis plusz volumene az arcomnak, viszont most tetszik a legjobban. Itt nem tudom egyébként sehol kitapintani az anyagot, tehát annyi már nincs, mint volt, de most úgy érzem, hogy pont a tökéletes mennyiség van benne, amitől még van ilyen nagyon cuki kis almácskám, viszont hogyha relaxba van az arcom, akkor kicsit sem észrevehető, és nincsen tőle, hogy mondjam, bepuffadva az arcom, remélem értitek, hogy mit szeretnék mondani. Ezután töltött a doktornő ide a nazolábiális redőmbe is, és szerintem még látjátok, itt még van, itt már nincs. És ezzel is az a helyzet, mint az orcámmal, amikor fullra be volt töltve, nem emlékszem már, hogy mennyit töltött bele, az egy kicsit talán sok volt, lehet. És ezt hozzátenném, hogy való igaz, hogy egy alkalommal sok minden lett megcsinálva, hirtelen nagy lett a változás, de ha körülbelül nem értek hozzá egyébként, és ez csak az én személyes véleményem, hogyha fele adag lett volna betöltve, akkor szerintem imádtam volna mindent. Ugyanis ez az oldal még tetszik jobban, mint ez. Megvan az a kis mimikai ránc, de mégsem ráncolódik, és olyan, nem tudom, nekem ez kifejezetten tetszik. Sose szerettem, hogy ennyire mély ez a redő, amit ne úgy értsetek, nincsen vele problémám, ha úgy marad, akkor azzal is tökéletesen jól el vagyok, de ha pár tűszúrással lehet rajta változtatni, akkor igazából jobban szeretem, hogyha ilyen. Az orcatöltésre sem mondtam, meg erre is majdnem elfelejtettem, de újra csináltatnám-e? Igen, viszont nem most. Ami azt jelenti, hogy 3 hónapig, lehet, hogy egy kicsit több ideig, nem hiszem, hogy hozzá fogok nyúlni. Viszont, hogyha úgy veszem észre, hogy 100%-osan kiürült, és észreveszem majd képeken, videón, hogy más az arcom, akkor lehet, hogy fogok újra töltetni oda is, de mindenképpen figyelni fogok rá, hogy kevesebbet, mert most már tudom, hogy jobban tetszik, hogyha kevesebb van benne, és éppen csak egy nagyon-nagyon picike változtatás van. És az utolsó, amiről szeretnék nektek beszélni, ez a szálbefűzés, amit hogyha teljes mértékben őszinte akarok lenni, akkor a pillanat és az izgalom hevében mondtam rá az igent, ugyanis az volt az egyetlen egy olyan dolog, aminek utána jártam, de nem annyira, hogy szerintem a kellő háttértudásom meglegyen róla. És vannak napok, amikor azt mondom, hogy igen, most látom, viszont vannak olyanok, amikor így nézek, belegondolok, hogy mennyibe került, és így egyáltalán nem éri meg. És az a fájó igazság, hogy a második szokott többször lenni, és hogyha most megnézitek az arcom, az az igazság, hogy nem mint annyira látszódna, de fogytam is egy keveset, úgyhogy valószínű, hogy az is hozzájárul, hogy itt keskenyebb az arcom, de ha a szálaktól is van, annyira drasztikus változást nem látok, ezek ugye még másfél évig lesznek ezen a részen, a másfél év alatt fognak 100%-osan felszívódni, és ugye utána kellene elvileg újra csináltatni őket, hogyha ugyanazt a friss hatást szeretnénk elérni. Nem nagyon tudom, hogy mi az a friss hatás, úgyhogy abba biztos vagyok, hogy szálazni soha többet nem fogok, ha csak nem jön valaki, aki annyira meggyőz róla képes bizonyítékkal, hogy azt mondjam, hogy
ez nekem is kell. Úgyhogy összességében, ha úgy nézzük, 5-ből 2-re azt mondom, hogy 100%-osan imádtam, és szeretném újra. 2-re azt mondom, hogy előbb-utóbb, ha nagyon megkívánom, akkor újra fogom csináltatni, és 1-re mondom azt, hogy szinte biztos, hogy nem. A számot azt most már szeretném szinten tartani, nagyon szeretném, hogyha úgy maradna, mint volt, azt kifejezetten imádtam. Egy dolog van, amiről érintőlegesen beszéltem már, de bővebben még sose, és lehet, hogy nem itt van most éppen a jó hely és időpont arra, hogy ezt elmondjam. De ha valaki elég régóta néz, akkor lehet, hogy tudja, hogy én az orromon mindig is gondolkoztam. És az az igazság, hogy ezt viszont senki nem tudhatja. Nekem 15 vagy 6 évesen volt egy orrműtétem, de nem plasztikai, egy orrsövény műtétem volt, és őszintén megmondom, hogy a problémát, ami miatt megműtötték az orrsövényem, egy cseppet se lett jobb, viszont életre szóló lelki sebeket szereztem azon a műtéten. Nem is feltétlenül a műtéten, hanem a lábadozás időszakban, és amikor a gézeket kivették a nózikámból, ugyanis az... az fáj. Mint megtudtam egyébként, elmondanám nektek, hogyha nagyon lájtosan számolok, akkor 7 évvel ezelőtt volt, és a mai napig nem vett rá a lélek, hogy bármit is orrműtét téren gondolkozzak. Ugyanis, itt gyorsan elmondanám, a vicces az egészben egyébként, hogy az orrsövény műtétig, idézőjelbe vegyük, de tökéletes orrom volt, legalábbis olyan téren, hogy egyenes volt. Most, hogyha megnézitek a nózimat, közel sem egyenes, innentől nagyon durván hajlik jobbra, és sajnos ez az orrsövény műtét miatt van, amit iszonyatosan sajnálok, ugyanis, hogyha nem lenne ferde az orrom, akkor eszembe se jutna ezzel az egész dologgal foglalkozni. Viszont így, hogy tudom, hogy egyenes volt, és egy hülye műtét miatt lett ferde, amit igazából kár volt megcsináltatni, mert nem javult semmit, így elég szívás, és nemrég beszélgettem az egyik barátnőmmel, akinek meg lett csinálva az orra. Egy az, hogy ilyen gyönyörű lett. 2 pedig, hogy szilikon tamponokat használnak már, ami közel sem olyan ouch, mint a gész tamponok, ezt elmondanám nektek. Úgyhogy jelenleg, ja igen, a fontos információ, ahhoz a dokihoz fogok menni szájat töltetni, aki ennek a barátnőmnek a száját és az orrát csinálta, és utána fogok érdeklődni a dolgoknak. Nem vagyok benne biztos, hogy meg fogom csináltatni, de feltérképezem a lehetőségeimet. Gondolkoztam egyébként azon is, hogy először hialuronnal töltetni bele, hogy megnézem, hogy azzal meg lehet-e oldani a ferdeséget és ezt a puklit. Úgyhogy elég sok minden a fejemben van, viszont még nem tudom, hogy mi lesz. Hosszú-hosszú évek óta. Legalább 5 éve gondolkozom ezen is, úgyhogy nem fogok egyik napra a másikra döntést hozni, de úgy gondoltam, hogy a Rebecca kanapéja, Kanapé Talk első epizódjában elmondok nektek ilyen dolgokat is, ugyanis szerintem erről még soha nem beszéltem itt a csatornámon. És még egy valami, amit biztosan nagyon sokan, elég nagyképű feltételezés, de arra gondoltam, hogy sokan kérdezni fogjátok. Dr. Kárász Tamáshoz fogok menni, egyébként ő fogja most tölteni a számat, és lesz egy kis orr megbeszélésünk, meg fogom kérdezni, hogy mit tudna ezzel a csodával csinálni, mennyire kellene egyáltalán hozzányúlni, mennyi ideig lennék lila-fekete monoklival itt az interneten nektek. Ez volt a kis plasztika megbeszélésünk. Nem nagyon szeretem a plasztika szót használni, mert nem feltétlen tükrözi a valóságot, de igen. Remélem egyébként, hogy értékelitek az őszinteségem. Igyekszem egyébként felelősséggel üzemeltetni ezt a YouTube csatornát, és nem gondolom egyébként azt, hogy attól, hogy pár milli hialuron vagy botox bele van töltve az arcomba, és erről beszélek, attól nem tudom, igazából rossz példát mutatnék nektek. Szerintem fontos, hogy tudjátok, hogy az, hogy valaki úgy néz ki, ahogy, az nem feltétlen vele született, és szerintem az, hogyha felvállalja, hogy ez nem vele született, hanem időközben hozzáadott vagy elvett, az szerintem
sokkal jobb, mint hogyha letagadja. Úgyhogy nekem ez a véleményem, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen és hasznos volt, akkor dobjatok nekem egy lájkot, hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor várom a komment részlegben őket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!